A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat elkötelezett a klímavédelem, az energiahatékonyság és a fenntarthatóság iránt. Ezért az elmúlt években több olyan fejlesztést is koordinált, amelyek a változó éghajlati feltételekhez való alkalmazkodást szolgálták. A legutóbbi közgyűlésen elfogadták a fenntartható energetikai és klímaakciótervek társadalmi egyeztetési munkaanyagát. Gyakorlati értelme az a majdani pályázóknak, hogy nem kell elkészíteniük ezeket a dokumentumokat a következő 7 éves uniós fejlesztési ciklusra. Ez most uniós forrásból a megyei önkormányzat elkészítette helyettük is rendelkezésükre bocsátja a következő 7 évre. Így rendelkeznek ezzel az akciótervel, amivel tudnak majd uniós és egyéb forrásokra is pályázni sokkal jobban, szabadabban, illetve bizonyos kiírásoknál feltétele is lesz ezeknek a terveknek a megléte. A klímastratégiát 2018-ban fogadták el, ezt azonban hosszú munka folyamat előzte meg. Minden egyes települési önkormányzatot bevontunk az adatszolgáltatásba, és felmértük a legszélesebb értelemben vett energetikai fogyasztásokat, a gépkocsi futásokat is beleértve. És ehhez képest kellett olyan tervet alkotni, olyan ajánlásokat megfogalmazni, hogy hogyan tudják, hogyan tudjuk ezt a fogyasztást csökkenteni. Ugye ez több rétű, vagy több módon is megvalósulhat, hiszen az elektromobilitás a kapuk előtt van, illetve hát olyan fejlesztések valósultak meg TOP-ban, KEOP-os pályázati programokban, amelyek ezeket a számokat aztán biztosítani fogják, de hogy ez tervszerűen egy program keretében történjen meg, ez biztosítja ez a program. Az akciótervek társadalmasítása október 1-én kezdődött. A dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeket a lakosság és a vállalkozások egyaránt elküldhetik október 18-áig a megyei önkormányzatnak.